Szevasztok, hé! Magyar MMA sportszakmai szempontból egy nagyszerű hétvégén vagyunk túl. Ez elsősorban a Bellatornak köszönhető, ugyanis pénteken Dublinban az írországi Bellator gálán az ifjabbik növényi Norbert pontozásos győzelmet aratott, majd szombaton a világ kvázi másik oldalán Los Angelesben kisorsolták a PSUU torna következő körét, így Borics Ádám is új ellenfelet kapott januárra. Mindenről beszélek most röviden. Széles vigyoron arcomon az annak köszönhető, hogy két magyar Bellatoros srácról is lehet beszélni egy hétfő reggel, amikor megkezdi az ember a hetet. Röviden, Növényi Norbert, vagy mondtam, a dublini gálán hozta most már harmadik vagy negyedik Bellator küzdelmét, és a hazai párán kiálló Flurry ellen, ami mindössze, még mindig csak 19 éves Növényi Norbert többszöri leütés után pontozásos győzelmet aratott, ami otthon, tehát a Flurry szempontjából hazai pályának tekintető Dublinban Növényi részéről egyrészt egy bravúr, ennyi idősen. Másrészt építi tovább Bellator veretlenségét, karrierjét. Sokan írtátok kommentekben, hogy szép győzelem, viszont nyers bunyót mutatott Norbi. Véleményem szerint attól nem kell félnünk, hogy a magyar srác ne fejlődne gyorsan a következő hetekben, hónapokban, években. Erre minden lehetősége megvan Londonban. Másrészt mindenki annyit tud hozni, amennyit az ellenfele általában enged neki, vagy sztály ellen. Norbiból ez jött ki. A lényeg az, hogy örüljünk egy újabb magyar sikernek. Gratul a Norbi ehhez neked. Aztán Bellator PSUU torna Los Angeles sorsolása következő körre, mert a Bellator pénteken Dublinban tartott a gáláját, szombaton pedig Los Angelesben, tehát elég sűrű hétvégéjük van. És itt a szombati gálán keretén belül a PSUU tornának második köre volt, vagyis azt volt hivatott eldönteni, hogy kik kerülnek már az első körben továbbítők mellé be a 8 ember közé, aki folytatja a 16 fős tornát, tehát megfeleződött a résztvevők száma. Ugye az első körben Borics Ádám továbbított Pat Curran ellenében, ő már biztos továbbító volt, és most vártuk a következő körben a következő továbbítókat. És hát valószínűleg, vagy véleményem szerint a papírforma alakult, és mindjárt a gála után, ketrec mellett egy pódiumon felsorakoztatták a srácokat a célból, hogy sorsoljanak, vagy számot húzzanak, időpontot válasszanak, vagy esetleges ellenfelet válasszanak. Az embernek kicsit így borsózott a háta, mert még a régi K1 időket idézte ez a módszer, amikor is a bunyósok kezében volt az, hogy taktikázzanak a mérkőzés időpontja választásának lehetősége, vagy az ellenfél választásának a lehetősége. Ez egyfajta plusz opció ahhoz, hogy az útját egy bunyós megtervezze az esetleges végső célig, a végső torna győzelemig. És jó volt látni ezt, hogy időközben hogy próbáltak a srácok váltani az előzetes taktikát, amit elterveztek ahhoz képest. Mind a hét továbbító ott ült, kivéve bajnokot, Patricio Pitbullt, aki megnyerte a Archuleta elleni meccsét, és ott állt a ketrecben, várta a végkifejletet, hogy a sorsolásnál, vagyis a srácok választásánál milyen szkenáriók alakulnak ki. AJ McKee volt az első számú, ő húzta az első számot, aki először választhatott. Ő minél hamarabb akart bunyózni, ezért decembert választotta, köszönhetően annak, hogy szombati mérkőzésen 8 másodpercet befejezte az ellenfelét, és így egészen friss maradt a srác. A második számot aztán Borics Ádi húzta, akinek ott volt a lehetősége, hogy AJ McKee ellen menjen, de elmondása szerint még az előző meccséről, a Karen elleni meccsről származik egy lábsérülése, és egy teljes felkészülést akar maga mögött tudni, és egy kicsivel később januárt választotta ki visszatéréseként, tehát nem ellenfelet választott, hanem időpontot Ádi. Ezt követően érdekesen alakult a további sorozata az eseményeknek, ugyanis szinte mindenki az első 4 bunyós időpontot választott, tehát nem ellenfelet. Azt követően pedig a további 4 ember, aki maradt, akinek ellenfelet kellett választani, azok közül senki sem választotta Borics Ádámot. Ez egy nagyon hízelgő történés, legalábbis a srácok taktika szempontjából úgy gondolják, hogy Borics Ádámot nem érdemes húzni először, mert nem szeretnének vagy kiesni a tornáról, vagy úgyis azzal számolnak, hogy a döntőben még találkoznak vele. Ez hízelgő dolog. Az is nagyon fontos, hogy sokan azt írták a külföldi sajtóban, AJ McKee
Borics Ádámot választotta először. Ez nem teljesen igaz, ugye, mert december mint időpontot választotta, viszont utána kiszólt az ott ülő srácoknak jelezve az, hogy kivel szeretne decemberben menni, és az újságírók azt hitték, hogy Borics Ádámnak szól, mivel felé nézett, de igazából Boricsal beszélgetve kiderült, hogy ez nem igaz, hanem Emmanuel Sánchez ellen akart menni, AJ McKee, aki ott ült Borics Ádám mögött, és az összezavarta az újságírókat. Hát a lényeg az, hogy úgy mikor lement mindenkinek a választási lehetőség, akkor egyedül Borics Ádám állt ellenfél nélkül, mindez pedig azt jelentette automatikusan, hogy a bajnok Patricio Pitbull Freire ellen mehet. Pitbull viszont élt azzal a bajnoki privilégiumával, jogával, amit a Bellator felajánlott neki, hogy ő szabadon választhat időpontot és ellenfelet is, és a választás alapján mindent újra variálnak. Freire ezzel élt, azt mondta, mivel most bunyózott, ez egy kicsit pihenni akar, március időpontot lőtt be magának, tehát a legkésőbbi visszatérési lehetőséget. Márciusban ott állt egymás mellett Caldwell és Carvalho, kettőjük közül választott, ő pedig azt mondta Caldwell-le, hogy ő egy vesztes, ezért nem akar vele bunyózni, ezért portugál Carvalhót választotta, így Caldwell automatikusan átkerült Borics Ádi mellé. Az a Caldwell, akivel még márciusban bunyózhatott volna Borics Ádi, mert ő nem volt hír a médiában, ez egy backstage információ, de Caldwell akkor azt nem vállalta, ha jól tudom. És nagyon fontos információ Caldwell-le kapcsolatosan, hogy ő a Bellator korábbi harmadsúlyú bajnok lett, tehát egy súlycsoporttal lejjebb intézkedett. Mindez azt engedi feltételezni számunkra, hogy Ádi januárban kettő mérkőzésen visszatöltés után lényeges fizikai előnyt élvezhet, és bízhatóan súlybeli előnyt és fizikai előnyt, erőbeli előnyt is élvez majd Caldwell a szemben. Ami némileg aggodalomra ad okot, vagy inkább kevésbé biztató, az az, hogy Caldwell is nagyon komoly birkózó alapokkal rendelkezik, mint Aaron Pico. Ő is NCAA Division 1 bajnok volt. A harc stílusát ez nagyban jellemzés, hogy leviszi a földre az ellenfeleit, és ott fekszik rajtuk, terhelve próbál időt húzni, és így pontokat gyűjteni. Így nyerte a mostani meccset is szombaton, amire Borics Ádi sajtótájékoztató azt mondta, hogy unalmas volt. Viszont Pico ellen megvolt a taktika, ami működött, ezt a taktikát kéne Caldwell ellen is hozni majd Borics Ádámnak, akinek most van közel 3 hónapja. Mi van most? Október lesz. Október, november, december, így van 3 hónapja, hogy felkészüljön erre meccsre Caldwell ellen. Némi érdekesség még, hogy ott volt a lehetősége Daniel Weichelnek is Borics Ádámot választani, de ő ezt mégsem tette meg. Az a Weichel, aki Frankfurtban az MMA Spiritben edz, és Buhinger Iván csapattársa. Sőt, korábban Borics Ádámot, mikor kivittük Frankfurtba Bukival, volt lehetősége ott Weichel-le edzeni, sőt, igazából azt szerettük volna, hogyha rendszeresen ebbe az edzőtáborba mehetett volna Frankfurtba, viszont az ottani edző ezt annyira nem támogatta a különböző személyes okok miatt. Az élet fintura pedig az, hogy az élet, a sors érdekessége az, hogy mint Borics Ádám elmondta a gálát megelőzően, hogy az elmúlt hónapokban, hogy szívesen kiállna Daniel Weichel ellen, Daniel Weichel pedig Bukinak mondta azt, hogy a srácodat egyszer el akarom kapni, és most, mikor ott volt a lehetőség, hogy kiválassza Borics Ádámot, nem élt ezzel a lehetőséggel Daniel Weichel. Lehet ez a taktika része, de jót röhögött rajta Ádám, ahogy én is. A lényeg az, hogy továbbra is megvan bennünk a buzz, a hype, továbbra is éltet minket az, hogy magyar sikereket láthatunk hamarosan, folyamatosan a nagyvilágból, jelenleg a Bellator égisze alatt. Január pedig nincs is olyan közel, de nincs is olyan messze, hogy pontosan januárban mikor mérkőzik majd Ádám, az hamarosan bejelentése kerül, tehát Caldwell vs. Borics, a pejesúlyú torna második köre, Borádám. Hé, hey, Bellatoros arcok, hiába súlytok, hiába bújtok, mert a legkeményebb magyar tér, utolér, fogadlér, Borics öklén szárad majd, Caldwell vs. Pitbull vs. Jó, szavaztok, hely!